Na szóval, sziasztok, üdvözlöm mindenkit egy újabb videóban. Ismét elérkeztünk egy péntekhez, bár most ez rendhagyóan szombaton fog kikerülni ez a videó. De most tegnap tettem ki a nyereményjátékot. Hát vannak problémák. Tehát, hogy ezt így nem szívesen mondom, de vannak problémák. Szóval egyébként útközben, ha már így t, -T epizód van, akkor térjünk rá arra, hogy t, -T epizód van. Szóval a múlt heti témánk az az volt, hogy milyen teóriáitok vannak a játékkal kapcsolatban. Ezzel ismételten kaptam egy csomó kis teóriát, úgyhogy ezt fel is fogjuk olvasni. Úgy közben elmondom, hogy egyébként ma teljesítem a kihívást, szóval néha lehet, hogy eltűnök egyet-egyet bajnokságozni. Szia, Lin, Én szerintem Concordot vissza fogják változtatni, és még találkozunk a Darkorral, meg azzal a kusszartó fejű izével, Egyébként szerintem jó irányba halad a Story de túl sok a duma. Ennyit szerettem volna, remélem berakod a videbe, és előre köszönöm, szia! Azt kell mondanom, hogy valamennyire spoileres lesz ez a videó, úgyhogy ha valaki nagyon benne van a főtörténetben, és nem szeretné magának lelőni, akkor szerintem ez a videó ez nem neki lesz. Tehát ugye Concordot ezt már visszaváltoztattuk, szóval az megvan, illetve hát bizonyára Darkorral is fogunk még találkozni, ebben egyetértek, hiszen hát ugye ezt a vonalat még nem fejeztük be, sőt, ugye ott fejeztük be, hogy Szabin valamit üzletelt a valaboszorkányokkal, szóval biztos, hogy a közeljövőben még újra találkozni fogunk a kis kedvenceimmel, illetve hát ugye írtad, hogy jó a sztori, csak sokaduma. szerintem egyébként nem. Nem tudom, én valahogy úgy vagyok, hogy egyébként szeretem az első a sztoriát olvasni, mert elég jó, én abban a játékos táborba tartozok, aki nem lát benne szórakoztatót, hogyha átkattintja a történetet. Mivel én ezt már többször is mondtam, hogy ha átkattintod a történetet, akkor konkrétan annyiról szól a játék, hogy elküldenek A-ból B-be, átküldenek egyik helyről a másikra, egyik karaktertől a másik karakterhez, és akkor csak egy kattintkatsz, és egy ilyen rosszabb kattintás és lovaglás szimulátor lesz az egész játék. Ha egy kicsit olvasol a történetet, akkor van értelme, hogy miért is akarnak elküldeni. Persze nem mindig, de hogy egy kicsit több értelmet ad ennek. De ez egy ilyen ízlések és pofonok dolog. Célin, Gondolom neked is feltűn már, hogy Jorvik szerte vannak ilyen fehér csapóajtófélik, amikhez a közelmész zakatolást hallasz. Ö... Oppá, összekeverhetem az öt pontot. Anna. igen. Na, én nyomoztam egy kicsit, és észrevettem, hogy egy morland és pinta között van. Van egy Grindelben, van egy Golden Hillben, Délben, és van egy valahol az esős által még meg nem nyitott területen. Na, az az öt ilyen csapóajtó a térképen pont egy csillagot alkot. Ha összekötjük őket, és ilyen persze van rajtuk egy jelölés, hogy a csillagnak melyik ága egy-egy kapu. Én szerintem tudni köze van ennek a dárkorhoz, vagy a kethez. Szerintem ez egy föld alatti hálózat, vagy rendszer, ha te tudsz erről valamit, kérlek, mondd el, mert nagyon izgató dolog. Köszi, a benne lehetek a videóban. Én is sok teóriát olvastam és hallottam, viszont egyébként engem sosem tudott érdekelni. Ez a hűtőajtós, csapóajtós dolog. Többen is felhoztátok, és meglátjuk, hogy egyébként többen ugyanezt írtátok el, vagy esetleg valaki hozzátett, hogy neki mi a teóriája. Persze az is lehet, hogy egyébként ez egy ilyen föld alatti hálózat, Na most az első show az ö, valamelyik posztban egyébként ö, izélt is mutogatott is erre a dologra, hogy vajon mi lehet abban a hűtőajtóban. Viszont nem tudom, hogy ezt így most egy ilyen kis viccnek kell felfogni, vagy nem. Egyébként nekem sincsen több ö, tudásom róla. Azt hiszem, hogy valahol ott van a utolsó csapóajtó, legalábbis, hogyha a csillagágat nézzük. Egyébként igen, érdekes, hogy vajon mi lehet a mögötte rejlő igazság, és hogy egyébként valamikor megetudjuk. Szia, Lynn. Én a hűtőajtókra vagyok kíváncsi. Mi van alatta? Remélem, hogy ez ki fog egyszer derülni. A másik nagyon kíváncsi vagyok, mi lesz a főködi folytatás az ördögszorosban. És ha tudsz ezzel a főködivel valamit mondani, én meghallgatlak. Derko lovasi, mi van, hogy lélekolvasok voltak? És Lisa, Alex, Linda, Eni rosszak lettek. Nekem ez nagyon nagy kérdés, örülök, hogyha belekerülne a videbe. Szép napot! Na most az eredeti story egyébként, az elsősú story, az a Starshine legacy épül, Úgyhogy egyébként az a játék az nagyon sok mindent uh, ki tud deríteni. Sajnos egyébként észrevettem, hogy uh, most már nagyon nincsen fönt sehol. Egyébként majd uh, lelinkelem a leírásban. SSO-nak a hivatalos oldalán fölkerült a négy rész. Úgyhogy egyébként abból kiderül egy pár dolog. Uh, viszont arról, hogy a Dark Riderek azok voltak-e valaha léleklavasok, arról nincsen szó. Pedig egyébként, hogyha megnézzük, akkor ugye nekik is vannak a varázsereik. Úgyhogy ez érdekes. Viszont ugye szó esik arról, hogy ezek a darkor lovasok, tehát a dark azok garnok által vannak választva. Úgyhogy mi van akkor, hogyha esetleg garnok adott nekik erőt, mert ugye a sztori szerint hivatalosan Garnok az el akarja foglalni a földet, el akarja foglalni Jorvikot, és a célja beteljesítésére vannak ugye a Dark Riderek. Viszont azt hiszem, hogy ennél többet én sem nagyon tudok, vagy csak nem jut eszembe. És közben előttem csúszott a Szia, Lynn. Nekem a teóriáim a következők. Első karakterünk elhúny, mielőtt győzedelmeskedne dárkó felett. A halálok a túlóra, mert a jordgyerünk nem mennek el a csomagokért, és posta megszűnt, így ez a feladat is ránk hárul. Ezt nem tartom annyira valószínűnek. Ez, ez egy valós teória és egyébként, ez, ez, ez még lehet, hogy megtörténhet. Második, a karakterünk éden reinkarnációja, ugyanis mindig azt szajkózzák, hogy mennyire különlegesek vagyunk. Harmadik, van az a nagy könyvtár a Rató megyében, sajnos nem itt neve, de arról úgy, ott vannak a képek a falon, és szerintem azok a kerek részeit ábrázolják. Még van egy-két elborult gondolatom a játék folytatásával kapcsolatban, de ez a legfontosabbak. Köszönöm benne lesz a videóban, nagyon jó videós vagy, nagyon szeretem a munkásságot, szóval ne hagyd abba. Egyébként az első az megemlítette, hogy a képek, amik a Fort Mária falán vannak, azok egyébként nem hivatalos képek, sajnos. Úgyhogy annak nincsen igazán része. Azok nagyrészt fanartok egyébként, hogyha jól tudom. Tehát valószínű, hogy ezeket a helyeket sosem fogjuk látni, viszont egyébként érdekes és jó lenne, hogyha ezek bekerülnének. Illetve igen, mindenki mondja, hogy hát annyira különlegesek vagyunk. Szerintem is van benne valami, hogy vagy édennek, vagy valaki másnak a leszármazottai vagyunk, bár ezen a ponton az is elgondolkodható, hogy csak simán árvák vagyunk, tekintve, hogy hát, hát például az én karakterem az már így 11 év ide jött Jorvikre, és így hello! Szélén szerintem a továbbiakban az lehet, hogy megint csicskeztetni fognak, majd, hogy menjünk oda, aztán vissza, és megint oda? Nagyon más nem tudom gondolni. Ezt tudom, rövid lett, de nincs esetletem További jó vidizést! Köszönöm szépen egyébként! hát a valószínű, hogy ilyenekről szó lehet, hogy csicskáztatni fognak minket jobbra-balra, ez bármikor megesett erre felé Jorvikon. Viszont ugye, ahogy egyébként mondtam, ezért fontos a feladatokat egyébként valamennyire elolvasni, vagy legalább átolvasni, mert akkor egy kicsit jobban megértjük azt, hogy miért csicskáztatnak minket. Bár tény, hogy én nem értem, hogy a postát azt miért nekem -e kell csinálni, Na mindegy, Ugyanígy nem tudom, hogy egy hidat miért nekem kellett megépíteni, és nem egy hidépítő mesternek mondjuk. Kétszer. Hm. <laughs> Szia, én egyszer láttam valami öt éves ss vidiben, ami arról szólt, hogy kik vagyunk igazából, mi a játékban, hogy ugye ennek négy lánya van. A nap, a hold, egy csillag villám, de igazából van még egy ötödik, akinek nem jutott erő, ezért elszökött otthonról, és mi ennek a lánynak vagyunk a leszármazottjai. Ugye azt mindannyian tudjuk, hogy Éden teremtette Jorvikot, és azért szerint benne van az összes erő. Állítólag mi vagyunk Éden új és erre bizonyítékok is vannak, mint amikor a főköd elején felragyog az összes kővildélben. Hoppá, elhagytam az átlókat. Mindenki mentem egy kőnek, semmi baj nincsen. Most elhagytam a szövegben, hogy hol vagyok. Nem baj, semmi baj. Én tudok hinni ebben a teóriában, mert ez volt sok a bizonyíték is. Remélem, hogy benne lesz a videóban, csak itt tovább. Egyébként ezt igen már úgy többször is felhozták, hogy mi ugye rendelkezünk mind a négy erővel. Viszont ebben az esetben egy darab kérdésem van. Tudjátok, van Jarlának a sírja. Mi az Istenért nem tudjuk kinyitni ott az ajtót? Mert mint tudom, hogy azért, mert nincsenek kész a helyjel, sőt, szerintem ezen a ponton az eső azt is elfelejtette, hogy ez a hely létezik. De hogyha emlékeztek, meg kellett menekítenünk mindenkit, hogy bemenjünk oda, hogy kinyissák nekünk az ajtót. Holott, ahogyan, ahogy te is említetted, a játék én ránéztem a kövekre, az kivirultak. Szélén nagyon szeretem a munkásságot, és a karakterisztikus hangoddal nagyon el tudod adni a videók hatását. Én hiszek abban a teóriában, hogy az a zené, akit megmentettünk, nem az igazi zené. Pandorában még mindig ott van bent a kristályban, és azért gyanús, hiszen kiavították volna, már a lenne. Volt rá több évük, de még mindig ott van. Aztán lehet, hogy csak valami fekete megélt alkalmaztak az első son, ami nem lett meg a sok... Uh, hm, milyen szót használják Kocsaság miatt. Ami véghez vittek. Köszönöm, bekerül a videóba. Egyébként ez egy érdekes teória, és ezt még nem hallottam. Viszont euh, én inkább arra szavaznék egyébként, hogy simán csak az elsős... Jaj, verekszik a mikrofonnal elnézést. Tehát én inkább arra gondolok, hogy csak az elsős hozzulustra kijavítani. Bár egyébként azt se bánom, hogyha ez nem az igaz élni, mert ezt a zenét, azt az űrig tudnám rúgni. Szia, elég köszönöm a vizet. A barátnőm azt mondta, hogy patokat ad, esküvisszaadom. Imádom a humorodat, engem nem zavar a idézősen senki Jaj, jaj, ilyen szinten, mert nem vikázol ki engem. Tudom, hogy nem is az a célod, hogy megbánts. Nekem, jaj, egyébként bíztam benne, hogy nem fogod rossz néven venni. Szimplán van az, hogy egyébként nagyon jó kedvem van, és tényleg olyankor mindenen képes vagyok nevetni, és mindent úgy tovább tudok gondolni. Tehát egyébként nem célom megbántani az embereket. Szimplán én is emberből vagyok, ezért van az, amikor nem tudom a kis semleges énemet adni. Van, amikor egy kicsit feszültebb vagyok, mint például egyébként a videó elején, és van, amikor egyébként kifejezetten jó kedvem van, mint például a legutóbbi előtti előző előtti tényleg stílusban, tehát van, van, ez így. Van, amikor az embernek jobb napja van, van, amikor rosszabb. Úgyhogy nem, nem áll szándékom van megbentelni, se téged sem mást. Tudom, hogy ez egyébként néha sikerül, tudom, hogy, hogy egyesek szavaival éljék, utálatos és önző vagyok, ezzel sincsen semmi probléma, ezt is full meg tudom érteni, hogyha valakinek ilyen nézősei vannak. Próbálkozom, próbálkozni még szabad. Úgyhogy örülök, hogy nem vetted magadra. Tudom, hogy még mindig nem jött össze a vizes helyzet, még mindig nem javult meg. De egyébként tényleg kíváncsi vagyok, hogy mi okozhatja ezt a problémát, hogy nincsen víz. Mert látod, nekem működik egyébként. nem tudom, hogy most így az SS oldaláról van a probléma, vagy a gép fogalmam nincs, de azért remélem, hogy előbb-utóbb megoldódik. Inkább előbb, mint utóbb. Szerintem sokan erről érnek. A hűtőajtók alatt őszintén fingom sincs, hogy mi van. Simán lehet, hogy már hajléktalanok vagyunk, és egy lótrágyában alszunk. Lehet, hogy a mi házikunk. Egy random szoba minden elsősós megyében, hát nem csodás? Egyébként... Na de viccet félretéve, ténylegesen teóriám az az, hogy szerintem Mr. Sands Mill Na de viccet a, lény a tényleges teóriám az, hogy Mr. Sands Mill Hill buja az északi összekötőben van, és ott hasonló küldénk lehet, mint a sztársánylegosziban. Kemény teória, tudom. A másik pedig a Golden Hilli kastélyról szólna. Elég furi, ott van, és még nem lehet meg se látogatni. Szerintem ez is a főtörténetes küldi lesz, lehet, hogy kiderül az, hogy a mi családunk kastélya kb. ezer éves, és kiderül, hogy mi milyen nevesek vagyunk nem a legjobb előtt élőbe kéne teóriát mondanom neked, akkor egy óráig hallgathatnám. Bocsi, hogy hosszú lett, de nem nagyon volt semmi a fejemben, amit le tudnék kérni, így inkább viccesre fogtam a tébát. Köszönöm, ha beleteszed, hiába, nagyon rosszak lettek és hosszú is. Egyébként nem, szerintem amúgy rossz teória nincs. Úgyhogy ez miatt nem kell aggódni. Én őszintén hiányolom a Pine Hill Mansion-t. Azt hiszem, hogy Mr. Sensnek az volt a kis luxus szállodája ott. Aztán a Shine legacy -ban. Én hiányolom. Az én nagyon-nagyon jó küldetés volt, amikor Lindával be kellett szökni oda, és akkor nem is tudom, hogy mit kerestünk egyébként. Biztos, hogy nyomokat, csak azt nem tudom, hogy milyen nyomokat. Régen volt, ne arra uggyatok. Szerintem öt éve nem játszottam a Star Shine legacy -ban. és, és nekem ezek hiányoznak, mert az egy annyira jó ilyen kis részlet volt. Úgyhogy én is szívesen látnám vissza. Egyébként én adnám, hogyha kiderülne egyébként, hogy valami Jorviki nagy nemesek vagyunk. Mondjuk én akkor a Golden Hilli kastélyen nem érem be. Szélin, ezen a teórián nagyon sokáig gondolkoztam, egyszerűen nem nagyon jutott eszembe semmi. De most eszembe jutott valami, ami szerintem érdekes lehet. Ugyebár nem nagyon tudunk bármit is a múltunkról, hogy miért is vagyunk ennyi ideje a Jorvikon, stb. Én arra jutottam, hogy lehet, hogy kiderült, hogy a szüleink nem is a valódi szüleink, és csak örökbe fogadta minket. Az eredeti szüleinek pedig ugyanúgy volt valami köze a rúnakövekhez, de ők ugyan... De ők olyan nagy tudást tettek szert, hogy saját igényeikre fordították volna, de mielőtt ők uralták volna a világot, Fripp és a elpusztították őket. Tudom, kicsit fura, de engem érdekelne, ha ez lenne mondjuk a főköldetés folytatásom, amikor nagyon-nagyon örülnék -nagyon neki, ha beleteszed a videóba. De vagy a kedvenc sem, mindig alig várom, hogy feltérjen egy videót. Imádlak soha, ne abba. Na most egyébként valamennyire tudunk dolgokat a karakterünkről. Ugye bár amikor beregisztrálsz és először lépsz be a játékba, akkor egy ilyen szép kis diavetítés kapsz a Silverglade kastélytól egészen a Morlandi lovarda közepéig, és hogyha nem ugrod át a szöveget és elolvasod, akkor benne van, hogy egyébként eredetileg egy nyári táborra jöttünk a szigetre, és utána pedig terveztünk egyébként itt maradni, mert azt hiszem, hogy a karakterünk Jorvikon szeretett volna tovább tanulni. Ez valamennyire megmagyarázza ugye azt, hogy miért vagyunk ennyi ideje a Jorvikon. Mondjuk, hát a 11 meg 12 évet nem igazán. Lehet, hogy már a második diplománkat végezzük el, ki tudja. Vagy a harmadikat. Mert ugye eredetileg középiskolások vagyunk, tehát olyan 17-18 év között van a karakterünk, Na, inkább azt mondom, hogy 16-18 között, tehát még erősen középiskolában van, és akkor innen szeretne főiskolára, vagy egyetemre, vagy mit tudom én, hova tovább menni. De egyébként azt én is el tudom képzelni, hogy esetleg megtudták, hogy mondjuk furcsák vagyunk, tehát, hogy mit tudom én, babakorunkban voltak erejű, de még mit tudom én, babakorunkban volt egy erőnk, és ö, mivel furcsa volt, tehát nem egy normális dolog, ezért inkább elvittem minket Jorvikról, vagy oda kerültek a druidák, és akkor inkább letipliztünk a szigetről. Egyébként ilyeneket el tudnék képzelni. A te is tetszik, viszont <laughs> nem tudom, valahol mondjuk, ha a karakterem szülei gonoszak lennének, akkor egy kicsit egyszerűbb lenne Sabinhoz közel kerülni. Elgondolkodtató a helyzet, én azt mondom. <laughs> Jaj, most meg a telefonommal verekszik. Hát ez csodálatos. Szia, nekem a kedvenc teóriám, talán a hűtőajtós teória. Mikor elkezdtem játszani a játékkal, rögtön szemet szóltak az oda nem élő furcsa zajt keltő fehér ajtók a földön. Zana szóval érte, Jorvikom. Már akkor gondoltam, hogy biztosan Darkor valami titkos földalatti műveleteihez kapcsolódhat. Ami ledöbbentett az az, hogy valaki rájött, hogy az ajtók ötszöget, illetve csillagot formáznak, és az ötödik ajtóban, ahol éjszakon van, amíg meg nem nyitott területem. Biztos, hogy lesz ezeknek hamarosan valami különleges szerepe a történetben, kíváncsi leszek mi az. Valamint a másik kedvenc teóriám az UFO-val kapcsolatos, méghozzá az, hogy Fripp zuhant levele Jorvikon. Nagyon kövese tudunk a misztikus mágikus mókusról, aki a karakterünk útját egyengeti. Ki tudja, lehet, hogy egy másik bolygóról jött? Lehet, hogy Garnak is hasonlóképpen egy idegen lény valami távoli galaxisból? Tetszenek a videói, csak így tovább. Egyébként erre a teóriára, hogy micsoda is egyébként uh, Fripp, a Főtörténetben választ kapunk méghozzá akkor, amikor a naplemente szigetekre, és ott kell egy küldetést csinálnunk Frippel, méghozzá a druida lovaglás után, amit most nem csináltam meg. A Fripp az egy másik galaxisból jött, és ő egy ilyen mágikus, misztikus mókus, ami nem is mókus, nem emlékszem már szó szerint, hogy micsoda, de egyébként, hogyha valaki tud angolul, akkor a Jorvik Viki, azt hiszem, hogy ez a neve, ott ö, rá tud keresni, és ott le van írva, hogy egyébként Fripp az micsoda. Szia, én nekem az ilyen a fejemben, hogy mi van, ha a Dálkor valójában druidák voltak, csak nekik sötét mágiájuk volt, és azért kitették őket. Ezután Mr. Sands meglátta őket, és befogadta őket, mint saját lovasai. Nincs rá de ez pattunk ki a fejemből. De ha már itt tartunk, és valahogy mégis igaz, akkor Jay miért kapott ilyen lovat? Remélem, meg tudom majd hogy a sötét és a léleklovasok módjára a többet. Igaz, hogy a szársány legasziból valamennyit megtudunk a léleklovasok hátteréről, de mégsem mindent. Ha bekerül a videóba, először is el... Na. Előre is köszönöm. Szépen nagyon jó lett a videó, és a sorozat is bejön nekem. Most vettem észre, hogy az előző kommentemet nem fejeztem be. Valószínűleg elkattintottam, de ha akarod, akkor majd megírom a folytatását. Szóval nekem nem jutott a semmi, úgyhogy ezt így fogad. Szerintem majd befejezzük a rongálást, Fripp és a többiek után, mint mindig. Aztán kiderült, hogy kik is vagyunk valójában, és mindenféle információ. Kiderült az is, hogy hány év, ö, hogy egy testvérek voltunk a klausokkal, de ezt ugyebár más, már más teóriában hallottam, csak onnan próbáltam ötletet meríteni, mert nincs semmi ötletem. Aztán most elfelejtettem, amit akartam. De ezen kívül nagyon jó lett a videó, és nagyon szuper vidiket csinálsz. Sajnálom, csak ennyivel tudtam előállni, mert hosszú napom volt, és remélem benne lesz a kommentem a videbe. Nehogy nah, abba soha a videózást, király, vagy. Köszönöm, <laughs> kedves. Egyébként ugyan nincsen semmi baj, hogyha nem tudtok uh, A4-es lapokon keresztül tartó teóriákat összehozni. Szia, lé, mi van, ha nem hogy free, gonosz, és végig a oldalán állt? bár ezt kétlem. Köszönöm, hogy benned adott a videó, és soha nehogy abba, te vagy a kedvenc videósom. Na, no, örülök, hogy tetszik, amit csinálok. Én azért adnám. Tehát gondoljatok bele, egy gonosz fripp. Ú Szia, van egy elég érdekes teóriám, nem biztos, hogy igaz, de én így gondolom. Az egész a misztfolyosi és Eni kiszabadításához kapcsolódik. Vélemény szerint nem az igazi Eni szabadítottuk ki Pandóriából, hanem valaki mást. Arra nincs ötletem, hogy kit, de nem az igazi eni azt szerintem biztos. A misztfolyi sikoly az igazi Eni segélykiáltása. Gondolom ezt az alapján, hogy az, aki Eni a mostani játékban van, egyáltalán nem, az a kedves lélek, neki csak Konkorda fontos, csak ő számít. Mi van akkor, ha a Darkornak szüksége van Concordra és ennyire is, és ezért az egyik ember a felvetelni alakját? Egyébként imádom a videóidat. Ó, oh, van egy uh, válasz hozzá. -e. Magyar a Miszt Az egy ottani madár hangja. Valamikor tette ki az első show egy közleményt erről a teóriáról, és ott mondták el, hogy azok nem sikolyok, hanem egy ottani madár hangjai. Uh, igen, ezt egyébként valaki mondta is, hogy uh, ezeket a sikolyokat, ezeket lehet hallani napközben is. Hát azt hiszem, hogy ez a rejti, ez, yes. Meg is lett fejtve. Az én teóriám kártya és a kalterekkel kapcsolatáról szól. Ugye kátjának a szivárvány Fesztivál a tevékenységei megmutatták, hogy ha egy kis zenét játszik, már is elrobnak az idő. Plusz jéggömböket is képes volt a földből előteremteni. Ha már csak a régi kalaktámodert is nézzük, rögtön szembe tűnik valami. Minden a fehér, racionális megoldásként megmondhatnánk azt is, hogy albino, de akkor nem lenne benne semmi izgalom, úgyhogy inkább kössük a hóhoz, perékhez. Az új karakter kinézet már inkább átment szürkésbe, de érdekes motivumok még mindig vannak rajta. Van egy minta, vagy nyaklánc a ruháján, ami többé-kevésbé egy jég is A lava felszerelésén is. Ugye Dénóban van most egy jégboszorkány ballangja, amiben egy furcsa piros portál lehet. Na de ezek hogyan is kapcsolódhatnak? És simán el tudnám képzelni, hogy Kátya valami jégbossz és úgy csatlakozott a Dark Raiderekhez, hogy két, a két kapót, ugye a pirosat, meg azt, ami a furó van, használta. Ezáltal lehetséges, hogy kapcsolatban áll a, korak a kolterekkel. esetleg pont miatta kellett eltűnniük, mert mondjuk féltek tőle. Vagy mert Kátya az, amilyen vezetőik, és megparancsolta, hogy menjenek el, és a fjordokat is vigyék el. Remélem egyszer többet megtudunk a kolterekről, és hogy miért mentek el. Nagyon szeretem a videóidat, csak így tovább. Ha emlékeztek, amikor kivették a fjordokat, akkor kaptunk egy két szint. Na most a cutscene akinek nem volt hangoz, nem hallotta, de egy hatalmas nagy dinó és hallatszódott, és a kalterek akkor indultak meg a ajtó mögé. Én bíztam benne, hogy ez azt jelenti, hogy majd egy kicsit hozzányúlnak dinóhoz, és valami új kiderül, sajnos azóta már évek óta ez el van hagyva ez a sztori szá, pedig egyébként nagyon jó lenne, ha kiderülne, hogy ténylegesen mi menekülnek a kalterek. Szia, Lynn. Az én teóriám az lenne, hogy a, mint tudjuk, Elizabethet kivették a játékból egy pandóri idézős halállal. Engem ez nagyon megvisel, de kicsit elgondolkoztam azon, hogy mi van, ha csak egy időre. Tudjuk azt is, hogy lélegosok minden, de tényleg minden megoldanak. Most, hogy a holóverdőt felújították, került be egy nő is, aki ugyanúgy Sunbeam, bocsánat, rosszul értem, vezetéknévvel rendelkezik. Amikor először beszéltünk vele, és megkérdezik, hogy milyen neve, akkor van egy olyan lehetőség is, hogy én ismerős a neved. Ha erre kattintunk, akkor elmondja, hogy egy lány, szerintem Elizabeth segített neki, majd felvette a nevét. Számomra ez eléggé furcsa, szerintem valamikor a kez, közeljövőben, vagy nem, lesz egy küldetés, mikor vissza kell hozni Pandóriá legmélyebb ugyrából. Szerintem az az idős lényeket tud valamit róla, vagy arról, hogy hol találjuk. Igen, ezt már én is néztem, és bízok benne, hogy nem sokára majd többet is láthatunk itt a számbímekből. Szélén, az én teóriám az, hogy Catherine eltitkolt lánya vagyunk. Legalábbis mivel találkoztunk a sétányon, amikor a léleklovos küldiben, akkor volt ez a kérdés, hogy anya, vége a gondolatmenetben. Na most Catherine az ugye a sztoriban Justinnak az anyja. És ugye ott azt hiszem, hogy Justin mondta azt, hogy anya. Tehát abban nem igazán látok összefüggést, hogy Catherine-nek lennénk a lányai. Bárki tudja. Lehet, hogy a Muter megszült is után lepaszolt. Viszont a karakterünk az szerintem fiatalabb justin és ugye Catherine az a szülésbe hajt bele. Tehát akkor viszont az idő az úgy nem nem igazán jön ki. Mert hogyha Justin idősebb nálunk, és hogyha Justin fiatalabb nálunk, hát akkor, akkor a karakterünknek össze kell szednie magát, mert hüha. Szélin, én arra volna egy kíváncsi, Mr. Sands hogyan épült fel? A Starshine legacy elég ramaty állapotban lett otthagyva, elvileg is halt. Kerekesszékes volt, csövek voltak a testében, és nem igazán volt életképes. Azt már tudjuk, hogy Mr. Sands örök életű hisz, ha a Starshine Legacy játékban a történetre és egyéb részletekre odafigyelünk, akkor megtudjuk, hogy már akkor is több száz éves volt. Nem lehet, hogy Mr. Sands maga Garnok egy humanoid megtestesülése? Vagy Mr. Sense lenne a gazdatest? Mellesleg mit vettek a férfitől, vagy mi történt vele, miért mindenki ellene fordult? Szerette a bárónőt, a felesége volt, justin is szereti, hiszen hagyta elmenekülni, és igazán nem akarta bántani. Szerintem Mr. Sands a szeretteivel lehet őt megfogni, és lehet már nem tud ebből az egészből kiszabadulni, mert lehet már őt garnok tartja az irányítása alatt. Mr. szen szerintem nem rossz ember, csupán sok mindent elvesztett maga körül, és rossz útra lépett. Egy mélyebb beszélgetésre, ha lenne lehetőség, szerintem sok mindenre rávilágítana. A komment folytatódik, szóval egy kicsit megállunk. Egyébként ez a teória ez nagyon-nagyon tetszik. Hogy Mr. Szentnek és Gordonnak van egy ilyen most így idézősen mondom, üzleti megállapodása, és mondjuk Mr. Szenz az egy ilyen gazdatest karnoknak, ameddig ki nem szabadul, és el nem nyeri a végleges erét. Ez nagyon tetszik. <hýz> Másik elmélet, hogy már nem vagyok messze attól, hogy a negyedik Dark Rider kiszabaduljon. A legutóbbi küldetésben szívadatta Szabénnek vágtazó kőfejtő kalapácsát, amivel összezúgta a rúnaköveket. És ezzel a kalapáccsal ki lehet szabadítani a negyedik Dark Raider-t is, vagyis még néhány küldetés, és megjelenik a negyedik Dark Raider, ha csak valami eszületlen baromságon alapuló csoda folytán, nem sikerül megakadályozni ezt. Szív tudjuk, hogy páratlan szereplő történetben senkit nem támogat, de nem is hátráltat, csupán chaos teremt, és mindig annak segít, aki az, akinek... Na aki az érdeke fűzi. Jó van tudni, hogy az eső show mennyire tervez előre. Nem szeretné nyugdíjból menni, milyen értelmes táborokat halad a főtörténet. Jó van a az eredeti terveket, mielőtt valaki miatt lecserélődnek az alkalmazottak és a főnökségek, hogy aztán sútba dobják az eddigi terveket és történetszálakat, hogy valami új elgondolás legyen, mert akkor se tudjuk meg, mi lett volna. Mert a játékosok új igazgatói szeretek volna olyat csinálni, hogy majd ők behozzák a saját elgondolásaikat, és nem csinálják meg azt, amit az előzők. Fun fact, hogy az SSO egyébként az egyik iroda költözésében elhagyta az eredeti könyvet, amiben meg volt írva azt, hogy a sztori hova fog kifutni. Sok mindent megmagyaráz egyébként ez, legalábbis szerintem. Viszont most költöznek új irodába a kis drágáim, szóval lehet, hogy megtalálják. Bízunk benne. Egyébként az eredeti sztori óta, tehát amióta van az SSO, ugyebár 12 éve, azóta már egyébként több főnök csere volt, ugye általában mindig a főnökök a döntéshozók. Többször is volt, valószínű, hogy ezért egyébként eléggé kusza a történet, és ezért nem igazán van értelme. Sokan szokták mondani, hogy hát a sztori az már úgy nem igazán értelmes. Ez százszerződődikben igaz. Valószínű, hogy ebben hogyan te is leérted a főnök csere is belejátszik. Mellesleg imádom a videóidat, öröm látni, hogy egyre több az intelligens játékos, a youtuber az esősó világában, és nem zavarni valóan toxikus, vinyogó kisgyerekek. Kikérem magamnak, én toxikus vagyok, jó? Oldalt kell cserélni, mert fáj máskor. Arról is érdemes volna beszélni, hogy mennyire való kisgyerekeknek, 10-12 évesek, nekem a kisgyerekek, amikor a globál csatában ezekkel a toxikus és agresszív tini fenyegető órákkal akik nyilván neveletlenek, elhanyagolt gyerekek, akik azért bunkóznak és állnak bele a másokban a mert máshol nem tudnak érvényesülni. Szóval, ha látok, mindig arra gondolok, hogy ő is egy szegény, elhanyagolt gyerek, akire szabad szelleműen nevelnek a szülei. Mellesleg valahogy el kéne érni, hogy a Sztárciből könyvet valaki lefordítsa és feltegye, vagy elértővé egyéb magyar nyelven is. Nagyon sok minden megkapnánk a választ, amire csak spekulálni tudunk, például a Szabin sérülései. Az benne van a könyvben, hogy a Gold Hill leszakadt hídja a Szabin miatt lett. Szabin mikor átvágtatott, üldözve a lélek lavas leszakadt alatt a híd, és az egész testét is mindenét összezúzta a törmei. Mr. Sands mentette meg, és gyógyította fel, ezért olyan sérült az arca, és ezért vadabb, mint korábban. Külföldi portálokat olvasok és keresek, hát ha találok még sztori a könyvekről, de nagyon nehéz elérni őket. Nem tudom, hogy ki mennyire hallott arról, volt egy, hát egy egészen nagy fölháborodás abból, hogy az elsősónak ugye kijöttek egy ilyen könyvei. Amikor ugyan a kedves kommentelő is említette, ugye a fő történetet is magyarázzák. Na most ez a könyvíró, ez ki lett rúgva. Mivel, hogy innentől a könyvei nem relevánsak, mert ugye megváltoztatták a történetet, azóta, hogy ő megírta a könyveket. Úgyhogy innentől egyébként, ha jól tudom, valahol le vannak fordítva a könyvek, megpróbálom előkeresni, és amint megtalálom, igyekszek róla egy videót hozni. Azt hiszem, hogy a Star Hun nevű Facebook csoportba egy pár évvel ezelőtt valaki lefordította. Ha hát tévedek, akkor nem más, majd belekezdek én lefordítani. Hát én még mindig nem vittem végig a főközetést, szóval teóriával nem tudok szolgálni, ettől függetlenül eszembe jutott egy szerintem elég menő fordulat. Valamikor a jövőben egy újabb nagy kalandra indulunk, ilyen világ és a föld megmentős dologra, de nem sikerül, és Jorvik valamennyire elpusztul. Egy -e olyan apokalipsziszerű helyzetté válna az egész térkép. Sivár lerombolódott épületek, az NPC-k meg mondjuk változnak, Persze mi lennénk az egyetlenek, plusz minusz egy-két druida és vagy léleglavas, akik képsíben grószek, és nekünk kell szépen lassan újraélesztenünk mindent a varázserünkkel. Innentől kezdve lehetne olyan a játék, mint az elejéről kezdeni, csak például vildelből indulnánk, ha már ott van a varázserő, druidák, meg ilyenek. Először a holoverdőt kellene újraéleszteni, azt jelentne Dino, Silvergrade, Morlan, Morland, stb. Szerintem ebből nagyon hosszú új küldetésorozatot lenne behozni, persze jöhetnének picit mutálódott, de aranyos pacik, szépen élesztetnénk fel a területeket, amik először sibárok lennének, utána újra szép zöldek, mint most. Az embereket is valamilyen módon újra élesztetnénk, és újra építhetnénk egész jövőkat. És persze nem utolsó sorban játszhatnánk megint egy csicskát. Persze ez egy eléggé komoly fordulat, amit lehet az első nem vállalna be a fiatal korosztály miatt, de szerintem ezt is meg lehetne oldani, habos-papos rózsaszínben, ahogy eddig minden mást is megoldottak, egyébként szerintem egy-egy bug sokszor ijesztő, mint az egész. Ö, tény, tény, van benne valami. Egyébként egy ilyet én is nagyon adnék, hogy ö, valami ilyesmi, viszont ö, szerintem az onlineban nem működne. Viszont én egy ilyen spin-off játékot nagyon-nagyon megnéznék, és még esküszöm, fizetnék is érte. Tehát amúgy a fordulat nagyon tetszik, a gondolat nagyon tetszik, az első sóhoz valószínűleg nem valósítaná meg, de nekem nagyon tetszene. Egy ilyen Last of Us-szerű kis uh, játék. Milyen jó lenne már? Utóirat, nem ha a meg ebben az apokalipsi-szerű világban is meg lehetne csinálni, csak amikor adom is a versenyt adó NPC, az valami miatt jön ki, hogy Y szóval nem beszél a kérdésedre. Ettől függetlenül te a versenyt vagy mivel XY egy kőszobor, a megkérdezése nélkül mész végig a versenyen. Reméled, hogy nem fog rá ha feléled. Ez de jó! Ez ötletes! E, na várjatok, ezt... Ezt el kell fordítani... Na, no, na, no, no. ezt, ezt egy kicsit finomítani kell. Szia, lé, nekem a játékról az a teóriám, hogy amikor anyukánk megszült minket, megszült, és egy hirtelen sztrópiat meg is el is hunyt. Na, szóval ismerte justin és odaadott Fritnek minket, aki elvitt Justinhoz, aki végül úgy nevelt fel, hogy ne emlékezzünk rá, és utána azt hazudta, hogy hát igen, így kerültünk ide, mivel amikor mi aludtunk, valahogy a kocsiban elvitt minket az egyik kompoz, és emlékez, emlékezett felejtés bájitalt adott nekünk, és ott jött kevés 13 évesen, és adott egy ilyen múltos sztoris bájitalt, hogy azt higgyük, csak egy nyári szünetre jöttünk. Ennyi lett volna, köszönöm, ha belekerül a videóba. Ö Oké, okay, Justin a rag, de Csóri pali, nem ennyire. És kétlem, hogy mondjuk egy hat éves gyereknek odaadott volna valaki egy csecsemőt, hogy így hello, <laughs> ez a tiéd. Szóval nekem az a teóriám, hogy ugye a főtörtőnben a Derkor földi szelesen van ugye az a sárga ilyen fény, és szerintem az a fény vagy kapó elviszünk minket el valami titokzatos helyre, aminek a Derkornak valami köze lesz. Vagy esetleg találkozunk magával, Gardonkkal. Abba a kapuba egy időben egyébként bejártam, mert hogyha az izem háromszor belementél, akkor utána visszadobott a játék egy ilyen furcsa effekttel, és önkor mindig azzal szórakoztam, hogy belementem. Egyébként jó lenne, hogyha elvinne minket ez a kapu is valahová. Hát hello, bello megint. Mint valószínűleg sokan mások, én is a zörgő, csörgő, morgó, forgó, meg ki tudja még mi más csináló hűtőajtókról szeretnék áradozni. Na, és ez a világító ajtó, ha emlékezetem nem csak, egy része csillag helyezkedik el. Szerintem ez nem véletlen, mivel ugye mi is a Star Riders-ek volnánk. A véleményem szerint valamiféle titkos járat lehet, ami később a fölküldetésén során esetleg menekülésképpen használhatnánk. Azt hiszem, csak eddig jutottam, jelenleg is történik a fantáziálás. És nem úgy volt, hogy egy hónapja csövelni Jorvikra. Ez képest már nagyjából 5 éve itt dekkolok. Köszönöm hogy sokat gyere is, belekörülök a videóba. Otóira, nagyon bírlak. A humorod van fantasztikus, és igen, bár rég idegesítők is vakarcsoknak találtam, parót és egyéb más tersét kezdenek hiányozni. Ugye? Én mondtam. Nem értékeljük azt, amink van, ameddig el nem veszítjük. Milyen bölcsességeket tanít meg nekünk az életék. Igen. Egyébként örülök, hogy tetszik a humorom. Nagyon sokat dolgoztam rajta. Konkrétan az utóbbi 19 évet. hűhű. <laughs> ja, Isten. Úgy szeretek én itt dundulba járni, mert alapjáraton neki vegyek mindennek, amikor kommenteket olvasok, de így. És amikor nem olvasok kommenteket. Jó van, engedjük el, este 11 van. És egyébként csak megjegyzem, hogy jelenleg éppen a kihívásomat csinálom, amit kedv helyett vasárnap fogtok látni. És konkrétan 24 órán keresztül nem fogok aludni, úgyhogy fel kell kötni a gatyámat. És elérkeztünk egyébként az utolsó teóriához, úgyhogy most már becs, szaladok itt a célvonalba, és felolvasom nektek a küldeté küldetést. Jó van, jó lesz ez. Szia -Lin, köszönöm, hogy belekerül a videóba a teóriám. Az én teóriám az úgy van, az a főköldé, amiben Elizabeth után megyünk. Alexet megmenteni, miután ennit is megmentettük. Amikor Alex és Darko harcolnak, Darkónak van egy elejtett mondata, Mr. Sands már a múlté, én vagyok Darko jövője. Szerintem ebben a mondatban arra akar célozni, hogy átveszi Darko felett uralmat, úgy, hogy sokkal veszélyesebb lesz, a Darkoidek sokkal veszélyesebbek lesznek, mint amik most a lélekavasoknak és a druidáknak nagy is fog okozni. Eközben mi és Linda kidrétjük, hogy Catherine áldozata lett Derkónak. Lindának ilyenkor egy olyan látomás támad, amelyben uh, Dárkónak ugyanaz a terve velünk, mint catherine ezért elmegyünk a többi és elmondjuk neki az eseményeket. Ezt követően azt látjuk, hogy Jorvi kezd átalakulni Pandúriába. Ilyenkor mi a négy lovasok elhatározok, hogy megmentjük Jorvikat. E segítségével átjutunk Pandóriába, mivel Darkó számítanak ránk, ezért bezárt minket lélek egy olyan pandóriai kristályban, mint Enit hogy Derko megmutassa, mit csinált Jorvikkal, ezért Jorvik felé repít minket. Ott vannak azok az emberek, akiket megismerkedtünk Jorvikon. Meglátjuk, hogy őket is fel, uh, lejtették, ezért a gravitálunk azt hiszi, hogy véke van. Nincs remény, mert Drárkó győzött. De ebben a pillanatban visszaemlékezünk, mennyi mindenkivel ismerkedtünk meg, és arra gondolunk, hogy meg kell mentenünk Jorvikot. Miután erre gondolunk, széttörjük Ristejt, és Jorvik felé is vonunk, és visszaváltoztatjuk Jorvikot és az embereket is. Mindenki megköszön nekünk, Bocs, hogy ez a főköldre hasonlít, nem egy teóriára. Nos hát, mivel elég időben vagyunk, ezért nagyon-nagyon szépen megköszönöm, hogy megnézted ezt a videót. A legközelebben találkozunk, úgyhogy addig is sziasztok!